海水。Szervusztok! Május 7-e van csütörtök, ma reggel a Szapancsa tó mellett ébredtünk. Most pedig megálltunk egy benzinkúton, hogy egy picit felfrissüljünk, mielőtt nekikezdünk a napnak. Tegnap 113 kilométert tekertünk, hogy valahogy kikavaradjunk Isztambulból, és találjunk megfelelő sátorhelyet, úgyhogy most már zöldövezetbe értünk, és a tó mellett sátoroztunk. Mától pedig a következő három nap a D100-as utat fogjuk követni itt mögöttem. Ne. Zsolt hülyéskedik. Szóval a D100-as utat fogjuk követni, ami nem egy barátságos út, tele van kamionnal, viszont nagyon széles a szép leállósávban, úgyhogy ez tökéletes a biciklitúrázóknak, még a csomagokkal együtt is elférünk teljes szélességünkben. A benzinkutak egyébként nagyon barátságos helyek. Egy csomó helyen van nem csak rendes bolt, hanem pékség, étterem, amint halljátok, kakasok, kacsák is laknak itt. Most születtek kiskacsák, tök cukik. Van nagyon kultúrált mosdó mindenhol. És ez itt mellettünk pedig egy imaház, férfi és női külön bejárattal, bent függönnyel van elválasztva. Nagyon kellemes atmoszférája van, majd ezt is megmutatom. Ott van a mosakodóhely, ugye az iszlámban napi 5 ima van, ezt az imádságot lehet itt elvégezni az utazóknak, és előtte a férfiaknak meg kell mosakodniuk, úgyhogy ezt a mosakodóhelyet szoktuk néha mi is használni arra, hogy felfrissüljünk. Lassan lefekeztünk a mai napunknak, majd még jelentkezünk. Ciao. A bácsi, aki eddig itt ücsörgött az imaház mellett, most beszaladt a szomszéd bódéba, hogy hozzon Zsoltnak és nekem egy-egy pohár teát. Úgyhogy addig megmutatom nektek, hogy milyen is az imaház. A baján a női bejárat, és ha bekukkantunk, az ott a férfiak része, és ez itt a nőké. És már megyünk is, mert szerintem ezt nem annyira illik. Poros, úgyhogy mind a ketten maszkot viselünk, hogy figyeljünk az egészségünkre. És mivel nem túl izgalmas környék, ezért ilyenkor általában kihasználjuk az időt, hogy zenét vagy hangos könyvet hallgassunk. Ma én hangos könyvet hallgatok, Zsolt pedig egy török rádióval kísérletezik. Ez a 10 óraink, kornettózunk, és ez úgy alakult, hogy két nappal ezelőtt a szuper aranyos kollégáim küldtek a sütemény alapunkba egy pár fontot, ami elég, kiszámoltuk, 37,5 kornettóra, ami itt egy ötvenbe kerül. Úgyhogy ez a második napunk, hogy kornettózunk. Thank you guys! Thank you! We love it. Hello megint, ez most az ebédidőnk, 2 óra van, borzasztóan meleg van, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy megállunk most és készítünk egy kis ebédet. Az útmenti kisboltban találtunk tojást, amit 1000 éve nem ettünk, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy megengedjük magunknak a luxust, hogy kicsit főzőcskézzünk, és tojás rántotta lesz ma ebédre, piros alannyal, paprikával, hagymával, és az itt
ücsörgő és játszó helyiek, ott láthatjátok őket. Az a kedves bácsi hozott nekünk hozzá joghurtot, mert és mutogatta, hogy ez nagyon jól passzol majd hozzá. Van friss kenyerünk. És a hagymát is ajándékba kaptuk, mert hogy eddig németül beszélgettünk, és a németül nem jutott eszembe a hagyma, hogy ezt honnan szerezzünk, és elmutogattam, hogy ha felvágod, akkor elkezded sírni, és egyből jött, hogy zwiebel, zwiebel, és akkor már lett is egy hagymánk, egy készarántottához való szent. Igen. Úgyhogy készül a... Készítek is egy fotót az úrról, aki megajándékozott minket. Megvan. Megvan, köszönjük. Tényleg. És közben vacsorára már ázik tegnap óta a fehérbab, amiből fehérbab főzelék lesz az egyik kulacsomban. Naponta egyébként csak egyszer szoktunk főzni, de de ma úgy éreztük belefér kettő. Készen vagyunk. Hát ez nem tartott sokáig, szokás szerint felfaltunk mindent. Mosogatni egyébként nem szoktunk, csak kb. Hetente vagy két hetente egyszer, amikor couchsurfingezünk, akkor mindent alaposan el szoktam mosni. Mosószerrel, egyébként pedig kenyérrel törölgetünk. Ez tűnt eddig a legjobb módszernek, és abban reménykedem, hogy a serpenyünk az majd olyan lesz, mint egy jó római edény, hogy szépen lassan fölveszi az ízét mindennek, ami valaha benne készült. Közben továbbra is folyik a játszma hátul. Nagyon érdekes egyébként, hogy mennyit játszanak a törökök, természetesen csak férfiak, akik bemehetnek az ilyen kávézókba vagy teázókba. Isszák egész nap a teát és kártyáznak, illetve játszanak egy furcsa számokkal, számkombinációkból álló játékot, amire még nem jöttünk rá, hogy micsoda, de szándékunkban áll megtanulni, amíg itt vagyunk. Az ebéd utáni pihenőt pedig ma arra használjuk, hogy megjavítsam az esőnadrágomat, ugyanis arra jöttem rá, hogy ha esőben biciklizünk, nem sokat ér, mert folyton felcsúszik a bokámon, és így befolyik a víz a lábamnál, úgyhogy vettünk gumit, és varrok rá egy fántot, egy darab gumit, ami majd szépen a cipő alatt odafogja. Zsolt pedig, ha jól emlékszem, szerelni fog egy kicsit a biciklién, amíg én ezzel elkészülök. Aztán folytatjuk tovább az utunkat, és 7 óra körül fogunk nekiállni kemping helyet keresni. Elkezdett lemenni a nap, bár az igazi nap lemente csak 8 óra után lesz. Ismét megálltunk egy benzinkúton, ma akkor a szerencsék van, hogy kétszer is mosakodhatunk, és gondoltuk, hogy a víztöltés mellett az este beköszönt előtt még kicsit meg is tisztálkodunk, mivel eléggé meleg napunk volt, mindeket jól megiszottunk. És közben Zsolt, mint ahogy ez lenni szokott, szóba elegyedett itt a benzinkúton a helyiekkel. Itt az az érdekes, hogy itt Törökország közepén a helyiek leginkább már csak vele kommunikálnak. A nőket, köztük engem is elismerik, hogy ott vagyunk, például én is kapok teát, és engedik, hogy odaüljek az asztalhoz, de már nem nagyon kommunikálnak velem, inkább csak rajtam keresztül. Ami rendben is van, és igyekszem én is tiszteletbe tartani, és nem belekotnyeleskedni mindenbe. Úgyhogy lassan készen állunk, és megyünk tovább. Ma eddig csak 75 kilométert jöttünk, de a tegnapi nap elég nehéz volt. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy megérdemlünk egy könnyű napot, még egy fél órát tekerünk, aztán keresünk egy alkalmas táborhelyet. Úgy tűnik, elérkeztünk a mai végcélunkhoz. 7:30 elmúlt,
Úgyhogy letoltuk a biciklit a főútról, és bejöttünk egy gyümölcsösbe, ami Zsolt most mondta nekem, hogy ez nem is gyümölcsös, hanem ezek magyaróbokrok, amíg a szem ellát. 82 kilométert jöttünk, és van ott egy sövény, amin átemeljük majd a csomagokat, meg a bicikliket, és amögött fogunk elrejtőzni, remélhetőleg senki nem jön erre. Gyümölcsösben eddig még nem kempingeztünk. Amit eddig megfigyeltünk, az az, hogy rengeteg rovar van, viszont azt leszámítva teljesen békés, és valószínűleg senki nem jár ilyenkor erre. És iszonyatosan jók a madárhangok. Sajnos, mivel közel vagyunk a főúthoz, még hallani az autókat is, de remélem, hogy ez majd este egy picit csöndesül. Amikor a madarak csicseregnek, a számomra mindig egy nagyon megnyugtató érzés. Főztünk itt a magyaróbokrok között, úgyhogy kész van most már a babfőzelék is. Előtte ittunk egy teát, úgyhogy egy... Meg egy pálinkát. Ups, várjatok, elrontottam a fényt. Úgyhogy egy olyan egy másfél óra leforgása alatt el is jutottunk odáig, hogy megvacsorázhassunk. És ennek folyamányaként nem is tudom mennyi lesz, egy ilyen 10:30 körül lesz, mire elalszunk. 10. 10-re alszunk, akkor nagyon gyorsan fogunk enni. Jó étvágyat! Ja. Ezt a napot egyébként összesen 600 forintból oldottuk meg. Ez mondjuk úgy sikerült, hogy a tegnapi nap 1600 forintot költöttünk kajára, és felhasználtunk ma ezt-azt, ami maradt. De ez a 600 forint ez elég bíztató, meg a kettőnek az átlaga is. Még bőven a napi budgeton belül vagyunk. Jó éjszakát! Jó ét! Mint látjátok és halljátok, ma egy egész másfajta napra ébredtünk. Egész este esett az eső, úgyhogy reggel a tarp felállításával kezdtük a biciklik felett, és úgy készítettük a reggelit. És ma esőben fogunk biciklizni. Ez egy egész másmilyen történet lesz, mint tegnap.